Számos támadás érte az utóbbi hónapokban a mentősöket és az egészségügyi szállításokat Ukrajnában, hívta fel a figyelmet csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet. Több mentős csapat került tűz alá útban rendeltetési helyére, vagy még állomás helyén, jelentette ki Halina Zaldán a Herszoni Sürgősségi Egészségügyi Ellátóközpont vezetője, áll a WHO közleményében. A szervezet adatai szerint 2024 első negyedévében 68 támadást regisztráltak az ukrán egészségügyi rendszer ellen. Ebből 12 a mentősök ellen irányult. Négyen megsebesültek, ketten életüket vesztették. Mindez félelmetes, mondta Emmanuel Bruni, a WHO ukrajnai térségért felelős illetékese. Mint mondta, januárban és márciusban szinte minden nap történtek e fajta támadások, amelyek legtöbbjét nehéz fegyverekkel hajtották végre.